Jó estét kívánok! Felhatalmazta a brit parlament alsóháza a kormányt arra, hogy újra tárgyalja a Szigetország EU tagságának megszűnéséről szóló megállapodást Brüsszellel. Theresa May miniszterelnök azt ígérte, nem vezetik be az ír-északír határon az ellenőrzést a Brexit után. Az Európai Tanács elnöke nem zárta ki annak lehetőségét, hogy indokolt esetben átdolgozzák a kiválási szerződést. Az Európai Unió és intézményei egységesek abban, hogy kitartanak a Brexit feltételrendszerét rögzítő, már elfogadott megállapodás mellett, jelentette ki Michel Barnier uniós brexitügyi főtárgyaló szerdán Brüsszelben. Március 29-e, ez a Brexit dátuma, addigra rendezni kellene a kilépés feltételeit, de vajon sikerül-e? Erről beszélgetünk vendégeimmel a bejátszás után. Tavaly decemberben elhalasztották, idén január közepén pedig elutasították a londoni parlament alsóházának képviselői azt a javaslatot, amely Nagy-Britannia Európai Unió tagságának megszűnésének menetét szabályozza. A Brexit dokumentumot az ellenzék mellett a miniszterelnök saját párttársai és a mély kabinet más pártjainak képviselői sem támogatták. A legnagyobb vitát az ír-északír határon újból bevezetendő ellenőrzés kérdése váltotta ki. A másik nagy horderejű téma az volt, kiterjesszék-e a kiválás időpontját a márciusi végi határidőhöz képest. Kedden ismét a londoni alsókamara elé került a paktum, amelyet számos ponton módosítottak. A képviselők éjszakában nyúlóan vitáztak. A miniszterelnök az Európai Unióval kötött megállapodás újratárgyalását sürgette. Theresa May-t erre minimális többséggel fel is hatalmazta a törvényhozás. Az indítványt 317-en támogatták, 301 képviselő azonban ellenezte. Világos, hogy a kilépési egyezmény módosítása és az arról szóló tárgyalások nem lesznek egyszerűek. A kormány célja, hogy jogilag kötelező erejű változásokat kérjen a kiválás terén. Szem előtt tartva azt, hogy az ír köztársaság és Észak-Írország határán ne kelljen ismét bevezetni a határellenőrzést, mondta a miniszterelnök. Az ellenzéki munkáspárt azon javaslatát, miszerint a Brexit március végi határidejét év végig tolják ki, elvetették a képviselők. Tekintettel arra, hogy a tisztelt ház leszavazta a miniszterelnök által is támogatott paktumot, készek vagyunk találkozni a kormányfővel, és előterjesztjük, milyen egyezményt akar a munkáspárt az Európai Unióval, hangsúlyozta Jeremy Corbyn. Az Európai Tanács elnöke leszögezte, a Brexit dokumentum nem tárgyalható újra. Donald Tusk ugyanakkor üdvözölte, hogy a Szigetország szeretné elkerülni a rendezetlen kilépést. A politikus kilátásba helyezte, hogy Brüsszel indokolt esetben kész átdolgozni a szerződést. Ehhez azt várja Nagy-Britanniától, hogy része maradjon az egységes piacnak vagy a vámuniónak. Ha mégis megállapodás nélkül lép neki a királyság a közösségből, vagyis egy hard Brexit valósulna meg, London rövid időn belül beszüntetheti az Európai Unión belüli szabad mozgás alapelvének Nagy-Britannia érvényesítését. Ebben az esetben azok az uniós polgárok, így a visegrádi országok állampolgára is, akik a kilépés után érkeznek a királyságba látogatás, munkavállalás vagy tanulás céljával, már csak 3 hónapra szóló tartózkodási engedélyt kapnának. Amennyiben 3 hónapnál tovább kívánnak maradni, külön kérvényt kell beadniuk. Ennek érvényessége további 3 évre szólna, de díjköteles lenne. Ezekben az esetekben a kérelmezőknek igazolniuk kellene személyazonosságukat és azt, hogy nem követtek el súlyos bűncselekményt. 3 évet meghaladó idejű nagy-britanniai letelepedési szándék esetén a kérelmező szakképzettsége lesz a döntő szempont. Azok a külföldi EU állampolgárok, akik életvitelszerűen Nagy-Britanniában élnek több mint 5 éve, rájuk nem vonatkozna London szigorúbb bevándorlás politikája. Köszöntöm a stúdióban Szajlai Csabát, a Figyelő főszerkesztő helyettesét, és Németh Dávidot, a K&H vezető elemzőjét. Jó estét kívánok az uraknak! Jó estét kívánok! Mi tűnik most a legvalószínűbb forgatókönyvnek? Március 29 a nyakunkon, január végét írjuk. Hát talán az utóbbi, mármint a 29-i kilépés és a hard Brexit. Nagy valószínűséggel, legalábbis én arra tippelek, hogy az Európai Unió már nem fog belemenni további alkudozásba. Volt idejük a briteknek, lassan egy 3 éves folyamatról van szó, és egyébként magát az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusát is komolytalanná tenni, hogyha további intervallumot határozna meg a Brexitre. Örülök annak, hogy foglalkozunk a témával, hiszen az Európai Unió legnagyobb ügyéről beszélünk több szempontból is, akár hogyha a pénz- és tőkepiaci oldalról nézzük, hiszen a britek azért jelentősen szerepet vállalnak ebbe, csak hogy mint az angol száz befolyás érvényesülésében Amerikán keresztül áttételesen. Nagyon fontos téma a közösségi költségvetés ügyében, hiszen a britek nettó befizetők, valamint a munkavállalás ügyében.
A brit statisztika szerint a V4-es országokból hozzávetőleg 1.200.000 dolgoznak kint Nagy-Britanniában, a Szigetországban. Úgyhogy olyan téma előtt állunk, és olyan sztori lesz ebből, amiben nem lehet tudni egyébként, hogy mi lesz nagy valószínűséggel egyébként, sok-sok negatív, amin arra tippelek a következő időszakra. No, hát erről is fogunk beszélgetni. Egyetért azzal, hogy ez a forgatókönyv a legvalószínűbb? Én azért nem vagyok ennyire pessimista. Valóban az elmúlt időszakban, ha végignézzük a Brexit tárgyalást, akkor nem volt túl sikeres. Viszont a határidő meg egyre szorosabb, látszik, hogy sokkal inkább pörögnek az események, és azért mind a két fél érdekelt abban, hogy együttműködjenek a jövőben is, és hogy valahogy Európa se nagyon essen emiatt vissza gazdasági növekedésben, meg azért Nagy-Britannia se omoljon össze. Persze van egy olyan érdek is Európában, hogy azt sem mutassuk fel, hogy hú de könnyű kilépni az Európai Unióba, azért jó, nehezítsük meg a dolgot. Ez egy fontos tétel. Ez azért abszolút fontos tétel, így van. De én azt gondolom, hogy azért márciusban, amikor már ott leszünk, hogy néhány hét van a tényleges dátumig, akkor akár az Európai Unió is egy hangyányi nagyobb kompromisszumra lesz képes, mint amennyit most mutat. De azt tagadhatatlan, hogy a szerződésnek a jelentős részét azt nem fogják elkezdeni újra tárgyalni, mert annak semmi értelme nem lenne. Hogyha pici finom hangolás kell csak ahhoz, hogy elfogadja a brit parlament a jelenlegi megállapodást, amit Theresa May kötött, akkor azt gondolom, hogy abba hajlandó az Európai Unió, akár még azon az áron is, hogy esetleg néhány hónappal július elejéig kitolják a tényleges kilépését Nagy-Britanniának az Európai Unióból. A visegrádi négyek országait mennyire fogja ez érinteni? Bármilyen Brexit is lesz ez. Én azt gondolom egyébként, hogy jelentős átalakulás lesz a Nagy-Britannia és az Európai Unió, és a visegrádi négyek kapcsolatában is a Brexit, hiszen semmi sem lesz úgy, mint ahogy volt eddig. Változnak fognak szerintem jogszabályok, nagy valószínűséggel ugye erről már szó van, másként lehet majd munkát vállalni. Nem lehet tudni egyébként, hogy a britek a következő időszakra nézve milyen engedményeket tesznek mondjuk a V4-ek irányába, de összességében persze ezt nem lehet definiálni, hogy csak a V4-ek, hanem az Európai Unió munkavállalói számára. Biztos, hogy szükség lesz egyébként az Európai Uniós munkavállalókra, hiszen most is szükség van, azért dolgoznak kint, dolgozunk kint olyan sokan Nagy-Britanniában. Nagy kérdés lesz egyébként szerintem a következő időszakban, hogy a brit gazdaság hogyan fogja ezt túlélni, hiszen azért most már menekül ki a pénz. A pénz- és tőkepiaci oldalról nézve a nagy valószínűséggel nagyon sok központ, amennyiben létrejön ez a Brexit, átteszi telephelyét, ez egyiket főleg a belső és a londoni részt érint átteszi telephelyét mondjuk fejlett városokba, fejlett nyugat-európai városokra, Frankfurtra, Párizsra lehet, Milánóra lehet ugye első körben tippelni, szerintem lesz egy ilyen része is. És hát én arra tippelek egyébként, hogy a Brexit után, bár az a közös érdekünk, amit az Európai Uniónak és a Nagy-Britanniának is, hogy maradjon a gazdasági növekedés, de szerintem egy recesszióra be lehet rendezkedni. Itt további kérdés, hogy a britek hogyan képzelik el a jövőt. Láthatóan egyébként a brit felső vezetés, a brit arisztokrácia, ha lehet így fogalmazni, mert a brit politikusok úgy alapvetően Európai Unió pártiak. De a friss felmérések szerint, amennyiben megint van egy népszavazás arról, hogy kilépjenek-e a britek vagy sem, most ismét a kilépés mellett voksolnának a brit állampolgárok, úgyhogy maga a téma, mármint az Európai Unióval való kapcsolat, az továbbra is szerintem felemás. Hogyan fogja érinteni egy nagy nettó kieső az Európai Unió gazdálkodását? Hát az Európai Uniós költségvetésben a britek tényleg egy nagy, nagy befizetők, és miután a mi régiónk itt a V4-ek haszonélvezői voltak az elmúlt időszakban, tehát nettóban több pénzt kaptak az Európai Uniótól támogatások formájában, mint amennyit be kellett fizetni a közös kasszába, ezért ez negatívan érinti a régiót. Itt két részre kell bontani, mert egyrészt kevesebb pénz is fog bejönni ezáltal az Európai Uniós közös költségvetésbe, legalábbis a jelenlegi tudás szerint, mert közben azért próbálkoznak egy más Európai Uniós költségvetést összehegeszteni a németek, franciák, és hogy abban milyen úton, módon ki fog befizetni, azt még nem tudjuk, vagy létrejön egy ilyen új megállapodás, de a jelenlegi rendszer alapján kevesebb befizetés lesz az Európai Uniós közös költségvetésbe, amit ilyen különböző strukturális kohéziós alapokon keresztül kiutalnak, vagy agrárszektoron keresztül kiutalnak a tagállamoknak. És emiatt ugye kevesebbet osztanak el, valószínűleg kevesebbet is kapunk. De van egy másik hatás is, Nagy-Britannia egy gazdag ország.
hogy egy gazdag ország esik ki az Európai Unió átlag GDP-jéből, ezáltal az Európai Uniónak a GDP szintje, tehát a megtermelt összterméknek a szintje az elkezd lecsökkenni, relatíve a régió az elkezd gazdagodni ezáltal, és vannak olyan szabályok, amik alapján sok-sok régió ezáltal nem jut bizonyos fejlesztési forrásokhoz hozzá, így Magyarországon is több olyan régió lenne, ami már ezután nem jutna fejlesztési forráshoz, tehát így összességében nagyon könnyen elképzelhető, hogy akár 20-25%-os forrásvesztés is bekövetkezhet a 2014-20-as időszakhoz képest, majd a 21 utáni költségvetési ciklusban. Mondjuk annyit tennék hozzá, hogy azért túl sok olyan régió nincs, amelyek annyira túlfejlett Európai Uniós megközelítésből, persze, tehát hozzávetőleg, hogyha tényleg így lesz, amit a Dávid elmondott, ez a okfejtés egyébként tényleg logikus, hiszen ha belegondolunk, London és a környéke az a leggazdagabb, legfejlettebb Európai Uniós régió. A visszatérve, és ami nekünk nagyon fontos, nekünk magyaroknak, hogy hogy lesz és mind lesz ezek után, tényleg az, hogy ha átalakul a szerkezete az Európai Unió régiós beosztásának, kisebb lesz a befizetés a közös kasszába, és hát még fontos tétel szerintem az is, hogy a magyar export, ami lesz, ami Nagy-Britanniába irányul. Nagy-Britannia fontos kereskedelmi partnerünk, a exportunk hozzávetőleg 5-6%-át bonyolítjuk. Van egy táblázatunk, és meg tudjuk mutatni, hogy a V4 országok körülbelül milyen százalékban, milyen arányban gazdálkodnak, exportálnak és importálnak az Egyesült Királysággal. Azt kérem kollégáimtól, hogy ezt mutassuk meg, és akkor tudjuk együtt is megnézni, hogy a magyarok mondjuk a lengyelekhez képest nem állnak annyira élen vagy elől ezen a listán. A lengyeleknek sokkal fontosabb partnerük, akár export, akár importról van szó, íme itt van a táblázat. Tehát a Cseh Köztársaság 5%-kal, Magyarország 3,9-el, Lengyelország 7-tel, Szlovákia pedig 6-tal veszi ki a részét. Ebből kifolyólag a lengyeleknek lesz ez valószínűleg a legnagyobb érvágás, és hogyha megnézzük az importot, ott azért nagy különbségek nincsenek, 2-3%, de a legfontosabb partnereink között, tehát nekünk mondjuk Magyarországnak csak a 14. helyen áll az Európai Királyság, nem fog nagyot zökkenni ebből kifolyólag remélhetőleg a magyar gazdaság. Fordíthatjuk ezt így, ezt a táblázatot? Kérdezem a szakértőket. Hát az szóban forgott táblázatot az OECD készítette, én más láttam, én egy brit statisztikai kimutatást láttam, abban volt 5-6%-os a magyar rész, de most 1-2%-on tényleg nem érdemes vitázni. A lényeg az, hogy nekünk kell a brit piac. Tehát itt nagyon fontos az, hogy a magyar kormány a britekkel a következő időszakban jó kapcsolatokat működtessen. Erre egyébként meg is van az opció, hiszen a brit gazdasági miniszterrel, a brit külügyminiszterrel, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már többször is tárgyalt, volt közös sajtótájékoztató, tehát megvan a lehetőség arra, hogy a kontaktok megmaradjanak, nekünk ez a fontos magyar oldalról nézve, hiszen a szóban forgó pár százalék is akár 3,9%, akár pedig 5-6% fontos tétel, csak olyan nagyságrendek miatt mondom, hozzávetőleg ekkora a külkereskedelmi kapcsolatunk Svájccal vagy éppen Ausztriával. Tehát a magyar termékeknek a kiáramlása a Nagy-Britanniába, a Szigetországba az egy nagyon kiemelendő terület, amivel nekünk foglalkozni kell, és ráadásul olyan termékeket tudunk oda kivinni, amely szinte csak a brit piacon tud érvényesülni, például mondom itt a vörös port. Ezt kevesen tudják, Nagy-Britannia az egyik legnagyobb fölvásárlónk e tekintetben. De amíg a másik fontos terület, az pedig ami a produktivitást illeti, milyen üzemek vannak Magyarországon, mi hogyan tudunk egyébként alkalmazkodni a brit globális láncokba, és nem pusztán csak a kereskedelmi láncokról beszélünk, hanem arról az áttételről, amit egyébként a angolszász kultúra és angolszász vonalon keresztül Nagy-Britannia magyarok számára biztosít. Ez körülbelül hasonló párhuzam, tehát akkor, amikor beszélünk a magyar angolszász kultúráról, mint amikor beszélünk például arról, hogy a magyar termékek ugye a legnagyobb felvevő piaca a Németország, de áttételesen ugye Kínába is exportálunk, és az Egyesült Államokba is jóval nagyobb ennek az értéke, mint ami egyébként az első pillantásos statisztikákból kiderül. Most egy átmeneti időszak közeledik, ugye 2020-ban kezdődik az új EU-s gazdálkodási időszak. Ez már akkor, ez az új forgatókönyv tartalmazza azt a britek nélküli forgatókönyvet is. Ugye, amiről most a britek egyelőre megállapodnak az EU-val, az csak az, hogy milyen feltételek mellett lépnek ki. És ezért van 2020 végéig, mely egy másik időszak, amikor egyáltalán megállapodnak, hogy majd vélhetően milyen úton, módon fognak a jövőben
együttműködni, és ezért 2020 végéig, feltéve, hogy ezt a kilépési nyilatkozatot elfogadja végül a brit parlament, ez azt is jelenti, hogy 2020 végéig a britek eleget tesznek azoknak a kötelezettségeknek, hogy befizetik a rájuk eső részt az Európai Uniós költségvetésbe, innentől fogva a tagállamok le is hívhatják a teljes összeget, amit eredetileg kiírtak számukra. Természetesen, ha megfelelnek azoknak a követelményeknek, amiknél egy ilyen pályázatnál meg kell felelni. Úgyhogy 2020-ig azt lehet mondani, hogy nagy valószínűséggel, ha létrejön ez a megállapodás, tehát elfogadja a brit parlament, akkor nem fogunk semmit érezni az EU költségvetésében, vagy működésében. 2020 után, 21-től minden szempontból új terület érkezik, mert ha addig sikerül egyeztetni, megállapodni abban, hogy a jövőben hogyan működjön együtt az Európai Unió Nagy-Britanniával, akkor azt is jobban látni fogjuk, hogy milyen kereskedelmi kapcsolatokat tudunk kiépíteni velük hosszú távon, fenntartani velük hosszú távon. Illetve az, hogy az Európai Uniós költségvetésen keresztül mennyit kap Magyarország, az már várhatóan hamarabb, akár 2020 folyamán is körvonalazódhat, hiszen 2021-től már papíron el lehetne kezdeni kiírni az új pályázatokat. Viszont most azt látszik, hogy nem fogják tudni ezt se időre véghez vinni, mert az európai politikai erők nem fognak tudni ebben döntésre jutni. Úgyhogy akár 2022-23-ig is elcsúszhat az, amikor már ténylegesen a régióban, meg más európai országokban ezeket az Európai Uniós forrásokhoz el tudnak majd jutni, és el tudják kezdeni a beruházásokat ezen keresztül. Térjünk át egy kicsit a politikai részre. Az Egyesült Királyság milyen ügyekben állt a V4-ek mellett, és milyen ügyekben állt mondjuk szemben vele? Alapvetően az Egyesült Királyság mindig támogató volt a V4-es országokkal kapcsolatosan, akkor, amikor politikai témák kerültek felszínre. Alapvetően jó volt a kapcsolatunk, vagy jó a kapcsolatunk most is lengyeleknek, magyaroknak, szlovákoknak, cseheknek. Ez a kiinduló pont, szerintem ezt kell ápolni, erősíteni, vagy ráerősíteni a következő időszakban is. De van talán még ettől egy fontosabb része a következő időszak nagy politikájának, hiszen a britek kilépésével egyfajta külön utas politika hagyja el az Európai Unió döntéshozatalát, mármint ami azt jelenti, hogy egyértelműen a német-francia tengernek a hegemóniája lesz prioritás. Erre kell felkészülni, igen. Igen, nagy valószínűséggel, hiszen amíg jellemezte 2020-2019-ig a döntéshozatalat, az kicsit sokszínű volt. Tehát azért jelentősebb volt a befolyásuk az olaszoknak, a spanyoloknak, és más különböző tagállamoknak a döntésekre. Most már kialakulni látszik egyfajta német-francia tengely. A britek mindig nagy hatással voltak az Európai Unió döntéshozatalára, tekintettel arra, hogy ugye mégis csak 60-70 milliós országról beszélünk, és azáltal is egyébként a britek brit parlamenti képviselők beszávozása a parlamentben jelentős szavazati hányaddal is bírt. Úgyhogy ez a fajta különutasság most elveszik. Nekünk, magyaroknak abban kell érdekelteknek lennünk, hogy a V4-es országokkal karöltve, hiszen mi azért az Európai Unióban, az Európai Parlamentben kevesek vagyunk önmagunkban a képviselői mandátumunkkal, ha már viszont összefogunk a V4-es országokkal együtt, a lengyelekkel, a csehekkel, a szlovákokkal, egyébként még nagyjából ide húznám a horvát testvéreinket is, és közösen kooperálva szerintem több esélyünk van arra, hogy tudjunk ügyeket vinni. E tekintetben is egyébként sajnálatos a britek kilépése, hiszen miként itt utaltam rá, alapvetően tényleg nagyon jól működött a magyar-brit, a cseh-brit, a szlovák-brit, vagy éppen a lengyel-brit kapcsolat. Sőt, ha már ugye mind a kettőnek van egy tanult szakmája, beszélünk a közgazdaságtanról, akkor például a brit befolyás, pontosabban a brit angol száz szellemi befolyás például a lengyel gazdaságra nagyon erős. Sokkal erősebb egyébként, mint más közép-európai országra nézve. Lengyelországban kialakult az a fajta pénz- és tőkepiaci kultúra, vagy kialakulni látszik, erősödik, mint ami a britekre jellemző. Gondolok itt elsősorban például a ottani értéktőzsdének a működésére. Nagyjából 2 percünk van, azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb kérdésre jut még idő. Mi történik a munkavállalókkal? Különféle becslések vannak, 1-1,5 millió közé teszik azoknak a polgároknak, a V4-es állampolgároknak a számát, akik az Európai Királyságban, Egyesült Királyságban dolgoznak. Mi lesz velük? De mostani információk szerint maradhatnak, akik már eddig is ott munkavállalók voltak. Az nagy kérdés lesz, hogy hosszú távon milyen megállapodást fognak kötni az Európai Unióval, és mekkora szabad munkaerő áramlást fog engedélyezni ez Nagy-Britannia, illetve az Európai Unió országai között.
hiszen láttunk olyan megállapodást, mint például Svájccal vagy Norvégiával, ahol esetleg megengedőbb az Európai Unión belüli mozgás, de ott is különböző feltételek vannak, hogy mennyi ideig lehet. Tehát itt nagyon sok forgatókönyv valósulhat még meg, ami átmeneti munkavállalói engedélyt ad, semmilyen munkavállalói engedélyt nem ad, hogy ténylegesen nagyon meghatározza, hogy milyen szakmákban, milyen embereket szeretnének beengedni. A britteknek egyértelműen azért az volt az álláspontjuk, hogy ők akarják kiválasztani, hogy számukra ki értékes, kire van szüksége a gazdaságnak, kire nem, és ez alapján eldönteni, hogy akkor hányan telepedhetnek le és dolgozhatnak. Viszont, hogyha nagy részben meg szeretnének az európai közös piacon működni, akkor az Európai Uniónak meg mindig az az elvárása, hogy oké, de akkor viszont a munkavállalót is jobban kell engedélyezni, illetve többet kell befizetni az Európai Uniós költségvetésbe. Tehát itt még azért eléggé ellentétben állnak az érdekek, és ez majd annak a másfél éves tárgyalási sorozatnak lesz valami végeredménye, ha majd egyszer egyáltalán meg tudnak arról állapodni, hogy mi lesz a kilépési feltétel Nagy-Britannia esetében. Hát sokakkal együtt kíváncsian várjuk. Köszönöm, hogy itt voltak és értékes gondolataikat megosztották velünk. Köszönjük szépen is. Kedves nézőink, önök a V4 Európa Jövője magazin műsorát látták. Jövő héten újra jelentkezünk friss információkkal. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!